A mai alkalommal a Körhinta záró projektjéhez érkeztünk egy konferenciával, megbeszéléssel. Hogyan lehetne összefoglalni ezt a két évet? Biztos nem könnyű feladat. Ha visszagondolok az elmúlt két évre, nagyon sok minden történt ebben a projektben. Fő célkitűzése volt a közösségfejlesztés, de az információ hozzájutás lehetőségének a bővítése a fiatalok körében. Voltak látványos elemei, de voltak kevésbé látványosak. Legnépszerűbbek talán a fiatalság körében, ahol aktívan a fiatalok nagy tömege vett részt, a különböző rendezvények. Talán legnépszerűbb volt a 24 órás vetélkedő aludymáskor, de mellette nagyon nagy népszerűségnek örvendett a pillekő foglalkozás, amely alkalmából a fiatalok műanyagpalackokból készítettek szobrokat, használati tárgyakat, vagy említhetném a tolerancia jegyében szervezett családi napokat fogyatékkal élőknek, ezt követően a következő családi napunk pedig a roma fiataloknak szólt. Tavaly nyáron egy veszélyvágta elnevezésű vetélkedőnk is volt, ugyanakkor tábort is szerveztünk, kortárs segítő tábort, ahol 20 fiatal vett részt. De voltak tanácsadási alkalmaink is. Fiatalok különböző problémáikkal, jogi, mentálhigiénés, pályaválasztási, álláskeresői tanácsadásokat vettek részt, és problémáikra kaptak válaszokat és megoldásokat. Több kompetenciafejlesztő szakkörünk és klubunk is működött a projekt megvalósítási ideje alatt. Itt említhetném a kreatív szakköröket, többek között a textilvarást, a bujócskát, vagy éppen az egyéb kézművességre épülő foglalkozásokat, de mellette ifjúsági klubunk is volt, élményszichológia szakkörünk, vagy netán említhetem a filmklubot, vagy éppen az újságíró és kiadványszerkesztő klubot. Én összességében elmondhatom, hogy nem csak Lentiben, de a kistérségben is a fiatalság széles körét mozgatta meg ez a projekt, és nem túlzásra azt mondom, hogy összességében több ezer fő vett részt ezen a projekten, és kapcsolódott be a különböző programelemekben. A projektnek egy fontos eleme volt, hogy létrehoztunk és működtettük a Lentifi Ifjúsági Információs Pontot, ahol a játék mellett, a folyóiratolvasás mellett hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget is kínáltunk a fiataloknak. Mobil információs pontjaink Cseszregen, Pákán, Zalabaksán és Rédicsen működtek. Összefoglalóan is elmondhatom, hogy a projektben vállalt feladatainkat és célkitűzéseinket teljesítettük, és ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen módon bekapcsolódott a projektbe, és aktív segítő munkájával hozzájárult eredményességhez. Többek között megemlíteném Lentiváros önkormányzatát, az együttműködő partnereket, a különböző civil szervezeteket, a szakmai megvalósítókat, és nem utolsó sorban a projektmenedzsmentet. Pedagógusként mennyire könnyű ma a fiatalokkal bánni, megközelíteni őket? Egyáltalán egy szabadidős dologban mennyiben tűzhetünk ki célokat, amit aztán elérünk? Ez már talán szlogenemmé is vált, hogy nekünk, legalábbis az én környezetemben élő embereknek nem hullik az ölébe az eredmény, tehát nem úgy van, hogy tátjuk a szánkat és belelepül a sült galamb, hanem nekünk minden eredményét, a legkisebbért is komolyan és keményen meg kell dolgoznunk. Van, ami természetesen azt mondom, hogy normál módon könnyen megy, vagy átlag módon könnyen megy, de egyre több az olyan helyzet, amikor nagyon-nagyon kicsi kis eredményért, ami látszólagos kis eredmény, rettentő módon meg kell dolgozni, tehát mögötte hihetetlenül sok munka van. Ma néha már csak, hogy egy gyereket elérjünk, nem egy olyan egyszerű helyzet, hogy egy gimnazista korú vagy egy tinédzser korú gyereke egyáltalán személyes kapcsolatot tudjunk teremteni. Nyilván az ember ilyenkor gondolkodik, tapasztalatai alapján el fogja érni, de néha hihetetlen sziszifuszi munka is van az eredmények mögött. Érdekes ezt hallani a Facebook és az internet időszakában, vagy a mobiltelefon, okostelefon időszakában. Igen, ez érdekes, mert a Facebookon egész biztos, hogy utol lehet érni a gyerekeket, és szívesen találkoznak is az emberrel, és szívesen leveleznek, de talán már lehet, hogy mi is egy virtuális világba fogunk kényszerülni, mert ha személyes találkozásról van szó, akkor aránylag nehéz utol érni a gyerekeket. Most a Facebookon is van, aki fönt van állandóan, de éjszaka biztos, hogy meg lehet őket találni, viszont test közelből utol érni a gyerekeket, nem nehéz, rejtőzködő életet élnek. Végül hogyan foglalnád össze, milyen érzésekkel zárod ezt a projektet önmagadban?
Én nagyon örülök neki, hogy részt vehettem benne. Gratulálok a szervezőknek az elért eredményekhez. Nagyon örülök, hogy ugye a projekt, ez a támogatás nagy része a fiatalok, a lent és lenti környéki fiatalokat célozta meg, és olyan programokban vehettek részt, ami azt hiszem, hogy egy életre szóló program volt nekik. Talán még lesznek olyanok is, akik nagypapa, nagymama korukban is emlegetni fogják, és én is. Thank you.
you.